Köszöntöm Önöket! Sebes György vagyok a hírekkel, ez a heti TV híradója. Főbb híreink. Magyarországnak radikálisan növelnie kell védelmi képességeit, mondta Orbán Viktor. A koronavírus mégsem ment nyári szabadságra, újra több a beteg. Izraelben újabb 4 hónapos választási kampány kezdődött. Holnap estig még érvényes a hőségriasztás. És most a részletek. A miniszterelnök szerint a jelenlegi helyzetben a védelmi képességek radikális növelésére van szükség. Tovább kell tehát erősíteni a haderőt és fejleszteni a képességeket. Orbán Viktor elmondta, az ukrajnai háborúban lassan érvényre jutnak a katonai realitások, emiatt a háborúzóna egyre közelebb kerül Magyarországhoz. Közölte, mindenki Ukrajna mellett áll, nem lehet indok arra, hogy egy ország megtámadjon egy másikat. Úgy fogalmazott, ha békét akarunk, most kell növelni katonai képességeinket, és megismételte, ez nem Magyarország háborúja, ki kell maradni belőle. A NATO madridi csúcsértekezletén ezért döntöttek a szövetség keleti szárnyának erősítéséről, mondta Orbán Viktor. A NATO tagállamai megállapodtak, hogy tovább támogatják Ukrajnát. A szövetség főtitkára ezt nevezte a héten tartott madridi csúcstalálkozó fő eredményének. Jens Stoltenberg ismét sürgette, hogy Oroszország vessen véget a háborúnak és vonja ki csapatait Ukrajnából. Mint mondta, a szövetségesek foglalkoztak azzal is, hogy miképpen enyhítsék az élelmiszerválságot, hogyan juttassák ki a gabonát Ukrajna területéről földi és vízi úton. Az amerikai elnök Moszkvát tette felelőssé a világban kialakuló élelmiszerválságért. Joe Biden megerősítette, hogy a több nyugati hatalom vezetőjével együtt annyi ideig támogatják Ukrajnát, ameddig csak szükséges. Úgy fogalmazott, a háború akár holnap véget érhet, ha Oroszország felhagy irracionális viselkedésével. Finnország és Svédország kedden írja alá a NATO csatlakozási jegyzőkönyvét Brüsszelben. A két északi ország meghívásáról a madridi csúcson döntöttek. Az eljárás befejezéséhez mind a 30 szövetséges ország nemzeti parlamentjének jóvá kell hagynia a csatlakozási jegyzőkönyvet. A szövetségesek közül utolsónak Törökország is beleegyezett a bővítésbe, miután 3 oldalú megállapodásban rendezték a fegyverexporttal és a terrorellenes harccal kapcsolatos fenntartásait. Joe Biden történelmének nevezte a madridi csúcstalálkozót, amely szerinte megerősítette a szövetséget a jövő kihívásaival szemben. A házigazda Spanyolország miniszterelnöke Pedro Sánchez a szövetség egységének és összetartásának üzenetét nevezte a legfontosabbnak. Az egészségügyi világszervezet is arra figyelmeztetett, hogy jelentősen emelkedik a koronavírusos esetek száma világszerte. Adatai szerint egy hét alatt 18%-kal több megbetegedést jelentettek. Rusvei Miklós víruskutató elismerte, rosszul gondolta, hogy a vírusok nyári szabadságra mennek. Mint mondta, az emelkedő esetszámok miatt úgy látszik, az Omikron új változatai a száraz melegben is tudnak terjedni. Hozzátette, ezek ellen nem igazán hatékonyak a korábbi oltások. Szerinte az új variánsok egyelőre felső légúti, viszonylag enyhe lefolyású betegséget okoznak, de növekedhet a tüdőgyulladásos esetek száma is. Rusvai azt javasolta, hogy aki veszélyeztetett, az már most hordjon maszkot. Magyarországon tovább tart a koronavírus járvány idején elmaradt időközi választások pótlása. Így a mai kánikulában is az ország sok pontján várják az urnákhoz a szavazókat. Baranya megye 5 településén, Bogdásán, Drávasztárán, Endrőcön, Fazekasbodán és Kisdérem, továbbá a Tolnak megyei Alsónánán a korábbi polgármester halála miatt kell ismét voksolni. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Jászrárokszálláson és Tiszavárkonyban, a Somogy megyei Őrtilosban, valamint a Veszprém megyei Kisberzsenyben és Uzsán nem csak polgármestert, hanem önkormányzati képviselőket is választanak, miután mind az 5 településen feloszlatták a képviselőtestületeket. A múlt vasárnap több mint 50 helyen volt időközi szavazás az országban.
A területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter abban bízik, hogy az év második felében érkezhetnek uniós pénzek Magyarországra. Navracsics Tibor ezzel igyekezett megnyugtatni a Megyei Jogú Városok Szövetségének vezetőit. Azt mondta, hogy a kormány fél éven belül megköti a partnerségi megállapodást az Európai Unióval, így lesznek uniós források az önkormányzatok által eltervezett fejlesztésekre. Megerősítette, hogy az operatív programok keretében 10 000 milliárdra számítanak, a vidékfejlesztési forrásokból pedig további 4 000 milliárd forintra. Korábban Varga Mihály pénzügyminiszter azt ígérte, hogy a jövő évi költségvetés a megyei jogú városoknak biztosítja a legfontosabb pénzügyi feltételeket, a növekvő bérek ellentételezését. A jegybank mintegy 3%-kal megemelte inflációs előrejelzését. Tavasszal még 8-9%-ot vártak, most már 11-12%-ra számítanak. A Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója szerint a pénzromlás ősszel tetőzik, aztán lassan mérséklődik. A 3%-os célt azonban csak 2024 első fél évében éri el. Baksai Gergely azt is elmondta, hogy az élelmiszerárak az átlagosnál jobban, mint egy 20%-kal emelkednek. Megjegyezte, hogy az infláció egész Európában több évtizedes csúcson van, és hónapról hónapra gyorsul. Magyarországon az árstopp intézkedésekkel megakadályozták, hogy az energiaárak növekedése hassanak a fogyasztói árakra. A parlament már holnap megválaszthatja az állami számvevőszék új elnökét. A jelölő bizottság, amelyben csak a kormánypártok és a Mi Hazánk képviselői vettek részt, a Központi Statisztikai Hivatal eddigi elnök helyettesét javasolja a tisztségre. Mindis László, aki korábban dolgozott az adóhivatalnál, majd a jegybank elnök helyettese is volt, 12 évig lehet a számvevőszék elnöke. Elődje, az egykori fideszes képviselő Domonkos László is ennyi ideig állt az intézmény élén. Azt nem közölték, hogy a kormánypárti többség miért nem őt jelölte újra a posztra. Franciaországban már nem csak a miniszterelnök, hanem a nemzetgyűlés elnöke is nő lett. A kormánypárti Yael Braun-Pivet személyében először választottak a posztra nőt. Az elnök 51 éves jogi végzettségű, és fő feladata az lesz, hogy a nyugalmat biztosítja a parlament alsóházában. Erre azért is szükség van, mert a választások eredményeképpen Emmanuel Macron államfő pártja és centrista szövetségese elveszítette abszolút többségét. Akkor a posztján megerősített kormányfő Elizabeth Borne egész héten tárgyalt a parlamenti pártok képviselőivel, hogy kormányzó képes többséget hozhasson létre. Erre azonban egyelőre kicsi az esély. A kormánypártnak 246 képviselője van, a baloldal 150, Marine Le Pen pártja 89, a hagyományos jobboldali 61 mandátummal rendelkezik. Az abszolút többséghez 289 szavazat szükséges. Izraelben újabb 4 hónapos választási kampány kezdődött. A Knesset ugyanis feloszlatta magát, és egyúttal november 1-jére írták ki a parlamenti választásokat. Kevesebb mint 4 év alatt már 5-ször szólítják az urnákhoz a választókat. Az egy éve alakult koalíciós kormány, amelyben 8 párt, köztük egy arab vett részt, elvesztette ugyanis parlamenti többségét. A koalíciós egyesség alapján az új kormány megalakulásáig az eddigi külügyminiszter, a magyar származású Yair Lapid, a centrista Van Jövő párt vezetője lesz a kormányfő. Az eddigi miniszterelnök Naftali Bennett azt is bejelentette, hogy nem indul a következő választásokon, és lemondott pártja vezetéséről is. A washingtoni fehérház egyik volt munkatársa lényegében fegyveres lázadás szításával vádolta meg Donald Trumpot. Egy képviselő a bizottság meghallgatásán ugyanis azt közölte, hogy a volt elnök tudta, támogatóinak fegyvere van, és így biztatta a törvényhozás épülete elleni támadásra őket. Emlékezetes, hogy tavaly január 6-án 5 halálos áldozatot is követelt a Kapitólium ostroma.
Cassidy Hutchinson tehát nem kevesebben állít, mint azt, hogy Trump és stábjának tagjai tisztában voltak vele, a választási eredmények elleni tüntetés erőszakossá válhat, de nem törődtek vele. A kongresszusi bizottság a volt elnök szerepét igyekszik tisztázni a zavargások kitörésében. Paolo Genovese olasz filmrendező Szuperhősök című filmjének bemutatójával nyílt meg a Karlovy Vary Filmfesztivál. A versenyszekcióban ezúttal 12 alkotás indul, magyar film most nincs köztük. Közép-Európa egyetlen A-kategóriás filmszemléjén 9 nap alatt több mint 60 ország alkotójának mintegy 170 filmjét láthatják az érdeklődők. A versenyprogramot nemzetközi zsűri bírálja el. A jövő szombati díjkiosztón külön díjat vehet majd át életművéért az Oscar-díjas ausztrál színész Jeffrey Rush, valamint Benicio del Toro, amerikai színész-producer. Budapesten várhatóan a jövő hét közepén előbb nem költözhetnek vissza a lakók abba a terézvárosi házba, amelynek tetőtere a hét elején az utcára omlott. Soproni Tamás polgármester elmondta, az egész tetőszinten újra el kell hárítani a veszélyt, nem elég az utcafontról eltávolítani a fémlemezeket és a párkány darabokat, amik még fenn maradtak. A tetőtéri építkezés kivitelezője egyébként azzal érvelt, a mostani katasztrófát az okozhatta, hogy a második világháború után találatot kapott épület helyreállításakor vétettek hibát. Eközben javult az omlásnál súlyosan megsérült 26 éves balerina állapota. Az operettszínház táncművéze súlyos gerincsérülést szenvedett, és napokig kómában volt. Holnap estig még érvényes a legmagasabb fokú hőségriasztás. Az országos tisztifőorvos arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartós hőség megterheli az egészséges szervezeteket is, de különösen veszélyezteti a kisgyermekeket, az időseket, valamint a szív- és érrendszeri betegségben szenvedőket. Külön is kiemelték a szervezet vízpótlásának fontosságát, valamint azt, hogy 11 és délután 3 óra között extrém magas az UV-sugárzás, ezért ebben az időszakban kerülni kell a napozást. Az autóval közlekedők azt kérték, hogy fokozott óvatossággal vezessenek, vigyenek magukkal több, lehetőleg hűtött folyadékot. És bár a hétvégére hidegfront érkezett, de a hőség nem sokat enyhült. Ma általában napos idő várható, a hegyekben fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben 31 és 36 fok között alakul, estére pedig 13 és 21 fok közé hűl le a levegő. Csak szerdától várható, hogy 30 foknál kevesebb lesz napközben. És eddig tartott a híradó. További információkat találnak két honlapunkon, a hetitv.com és a brailleexpress.com portálon. Köszönöm figyelmüket!